Nem is igaz. Ne csináld már. Ah, na jó, elég volt. Látom, nagyon nem tudsz túltenni tenni rajta. Mi, de te már tegnap, tegnap teljesen lezártam, és elengedtem. Akkor miért bámulsz rá folytában? Tanár felszólít, és azt sem si tudod, milyen bolygón vagy. Mi, nem is, nem is néztem rá. De egyfolytában őt bámulod de mi, na jó, elég volt. Oda mész, és megmondod neki, hogy már krássolod legalább, vagy két éve. Két éve? Nem is kásolom még két éve. Na jó, akkor egy is fél éve. Ez most nem számít. Oda mész, és elmondod neki. Nem, Sandy, te tényleg tiszta hülye vagy. Mit mondjak? Csak úgy álljak oda, és dia előtt is mondjam, hogy Ó, oh, figyelj balás, én tényleg nagyon belédestem az utóbbi időkben. Nem, biztos, hogy nem. De igen, már nem tudsz túl tenni rajta. Mit fogsz még csinálni? Depizni fogsz? Mondjuk. Na jó, figyelj, meg, megvárjuk, míg szépen elmegy. És megmondod neki szépen? Nem, nem mondom meg. De igen, talán félsz, hogy visszautasít? Utasítson csak vissza. Mit bánom én? Nem tarthatod ezt magadban. Mert mi van, ha azt mondja, hogy ő is Crashol? Nem, az lehetetlen. Figyelj, én már hallottam olyanról, hogy Crashol? Jaj, nem már, ennek nem dőlök be. Ó, figyelj, Balázs, egy pillanat, Ö, ki kell mennem a mosdóba. Itt az idő? Na jó. De ígéld meg, hogy minden energiádból, az összes lehető energiádat abba folytod. Na jó, menj már. Rendben. Um, szia. Hello. Nem lenne gond, ha leülnék ide? Hát nem, nem lenne gond, csak tudod, mindjárt jön. Ja, persze, persze, csak tudod, jó lenne, ha most egy kicsit... Nem, nem zavar. Oké. Okay. Eddig szuper! Öm, Na jó. Figyelj, Balázs, azt hiszem, el kell mondanom neked valamit. Öm, igen, mi lenne az? Figyelj, én már egy ideje... Nagyon krássolak téged, és az az idő elég hosszú idő, és eddig nem mertem neked mondani semmit erről az egészről, de tényleg, és megértem, ha azt mondod, hogy nem, de azt hiszem, muszáj vagyok elmondani neked, és, és nem tudom nem tudom egyszerűen. Mert, Na jó, látom most milyen értetlen képet vágsz. Figyelj, tudom, hogy ez egyszerre most egy kicsit sok, de ha gondolod, most nyugodtan álmatek is, akkor átgondolhatod. Azt hiszem, nincs mit átgondolnom. Ko Komolyan? Nincs, nincs mit átgondolnom, mert a válaszom ne sértődj meg, de az, hogy nem. Ó, persze, nem gond tényleg. Már tudod, én már diával járok. Kötessék, mi, kivel? Ö, diával. Jársz diával? Igen, tegnap olyan jól, olyan jól dumáltunk, és tudod, úgy gondoltam, hogy elhívom volt egy randira, szóval most már hivatalosan is járunk. Ö, Nóri? Ó, persze igen, <laughs> hogy ne jártok, örülök neki, gratulálok, csak így tovább, csak így tovább mit? Hát a csajozást, szia! Nem nagyon hallottam, de hogy ment? Úristen, még sose voltam ilyen ciki helyzetbe. Jó, az nem érdekel, de mit mondott? Diával jár. Mi? Összejöttek diával, és én a végén azt mondtam, hogy csak így tovább a csajozással. Úristen. Igen, tudom, hülye vagyok. Miért mondtam azt a végén? Isten, hogy leégtem. Nem az a baj, hanem hát figyelj, tudom, hogy ez egy kicsit fájni fog, de ez már mentetetlen. Ők együtt járnak, és egy ideig nem is fognak szakítani. Figyelj, ezt be kell látnod magadnak is. Tudom. Azt hiszem, eldöntöttem. Holnap nem jövök a bárra. De még ott van magor. De vele... Nem, nem érzek iránta semmit, nem. Miért? Az van előírva a szabályba, hogy nem, figyelj, nem, ez mentetetlen, nem jövök el, kész, elég, ennyi. Oh, helló, ezt nézd, mit hoztam. Na jó, Sandy, már mondtam, hogy de jössz a bárra. Nem mutatod meg nekem, hogy mit csináljak. Emlékszel még arra, amikor elhívtál az unokatesódnak a szülinapjára, csak azért, mert az anyukád azt kérte, hogy hoz magaddal valakit? Um, igen, miért? Hát tudod, még te az unokatesoddal tök jól tisztál, én addig leültem egy elkülönített helyre, és ott kutlottam három óráig. Azóta ígérgeted nekem, hogy jössz még egyjel. Na most gyere még egyjel. Na jó, mennyi volt? Ne, 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 nem kell kifizetni. Fölpróbáljuk? Próbáljuk. Na, ezt vettem itt neked. Na, hogy nézek ki benne? Azt a... Mint egy istennő. Köszi. Na jól van, akkor ezt meg is tartatod. Most nézzük rajtam, hogy áll. Nem tudom rajtam, hogy áll, de rajtad biztos jobban. Nem is igaz. Szerintem mindketten gyönyörűek leszünk. Na jó, és ha már elmegyek a bárra, kivel fogok menni? Hát, ha nincs más, akkor magadba. Magamba? Nem már, az tök ciki lesz. Nem lesz ciki, vagy néha oda megyek hozzád. Amikor mondjuk, nem tudom. Rendben van. Na mindegy. Azt a már elkezdték a díszítést. Kérem, most ne nagyon maszkáljanak itt. Uh, persze, rendben van. Sziasztok, gyerekek! Uh, kérem, csendesedjünk el, meg én beszélni fogok az igazgatónő. Sziasztok, kedves gyerekek! Uh, azt szerettük volna mondani nektek, hogy ö, holnap a bál este 8 nyolckor fog kezdődni, ö, és este kilencig fog tartani. Hát ö, igen, egy kicsit későre tettük, de reméljük, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Ahogy már említettük, holnap nem kell jönni iskolába, készülődjetek a bárra. Ezt szerettük volna még mondani. Hm, kellemes tanórát kívánunk mindenkinek. Rendben van gyerekek, ha már az igazgatónő azt kívánta, hogy legyen kellemes tanóránk, akkor hát kezdjük a tanórát egy dolgozattal. Remélem mindenki örül neki.